A térképen jól látható Nyíregyháza abszolút belvárosában 4 km hosszan alakítanak ki pályát a rally versenyzőknek pénteken. A megyeszékhelyre, valamint a Zemplénbe hosszú idő után tér vissza a hazai autósport mezőnye az első Nyíregyháza rallira, rögtön egy nagyszabású futammal, melynek országosan is egyedülálló része lesz a városi gyorsasági szakasz. Azt gondolom, hogy ugyanolyan kívert leszünk, mint egy másik gyorsági, jó fel kell dolgoznunk, fel kell írnunk jól, és utána megpróbálni a maximumot autózni rajta. Én azt gondolom, inkább ennek a városi gyorságnak az a fontos szerepe, hogy igenis én azt gondolom, hogy be kell vinni a rallit a városokba, meg kell mutatni, hogy mi ez a sport, és hogy mennyire szerethető sportágról beszélünk, és ki kell szolgálni azokat a nézőket, akik egyébként már követnek ők minket versenyről versenyre, városról városra. A városi szakaszt azonban nem csak a nézők miatt tették be a programba a szervezők. Európa bajnoki futamra pályázunk a Nemzetközi Autósport Szövetségnél, ami azt jelenti, hogy van egy kormánygaranciánk, ami egy pár hónap ezelőtt történt bejelentés alapján a kormánygaranciával ide szeretnénk hozni 2019 és 2023 között a Rally Európa bajnoki fordulót, ami nem csak a Magyar Rally Bajnokságnak a zárófutama lehetne, hanem az Európa Bajnokságnak a zárófutama, és egy hatalmas sportszakmai elismerés lenne a magyar autósportnak, és még Nyíregyházának is. Éppen ezért nem csak a városi szakaszban tér el a hazai OB futamoktól a Nyíregyháza Rally, hanem számos más részében is nemzetközi szintre kívánták emelni a szervezők a hétvégi versenyt. Maga ugye a versenykilométer az sokkal több, ugye másfélszer annyi, mint ami a Magyar Bajnokságban szokott lenni, és ez minden vonzatával, tehát ugye minden területtel, minden sokkal-sokkal nagyobb, sokkal több ember dolgozik egy ilyen rendezvényen, mivel hogy ebből adódóan sokkal nagyobb a táv, de egyébként ami még pluszban benne van, ezek a nézői pontok kialakítása, illetve azok a szegmensei a versenynek, amivel egyébként idő és anyagi háttér hiányában nehezen tudunk foglalkozni egy sima magyar OB futam. Igaz, hogy ez is az, de ugye kandidáló, tehát nem tudunk ebből részt vállalni. Most ennek sikerült megteremteni az anyagi hátterét, úgyhogy próbáljuk úgy kiszínesíteni a versenyt, ahogy külföldön is működik és megy és látjuk. A versenyt a tervek szerint hosszú távon rendezi majd meg Nyíregyháza, de más téren is erősíteni kívánja szerepét az automotorsportákban a megyeszékhely. A mi városunk szempontjából azt jelenti, hogy a turisztikában most összeszálláshely foglalt erre a hétvégére. Több ezer ember jön el a városunkba, talán még több, mint 10 000 is, és született egy kormányhatározat, amely arról szól, hogy folyik a vizsgálata annak, hogy Nyíregyházán egy automotorsport komplexumot, arénát építeni. Hát az viszont az infrastruktúrát megteremti majd több mint egy Európa bajnoki rally futamnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel Nyíregyháza felkerülhet az európai térképre a rally sportágban is. A hétvégi rally versenyre több mint 10 000 embert várnak a szervezők. A sportág népszerűsítése érdekében pedig a városi szakaszt bárki ingyenesen tekintheti meg pénteken. A futamok ideje alatt 13 és 21 óra között Nyíregyháza belvárosában forgalomkorlátozásra kell számítani.